Egy gólkirálynő van itt a mikrofon előtt, Győrfi Cseng, a Nagy Lajos gimnázium lányai közül. Az, hogy sikerült ezt az egyéni eredményt elérni, ez mennyire vigasztal? Hát szerintem azért a második eredmény nem egy kis eredmény, de azért szomorúak vagyunk, hogy nem elsők lettünk. És úgy gondolom, hogy nem csak miattam volt. Szóval a csapat nagyon sokat segített nekem, hogy én gólkirály tudtam lenni. Pontosabban gólkirálynő, hiszen hölgyekről beszélünk. Mennyire volt szoros a verseny, mennyire lett volna esélyetek nyerni? Hát ha a Széchenyit megverjük, akkor mi lettünk volna az elsők. Hát ott 5-3-ra kikaptunk, szóval... De mondjuk ez egy kemény mérkőzés volt. Mondtad, hogy rosszul osztottad el a góljaidat? Hát inkább kicsit már rá voltunk fáradva. Mennyire vártátok, hogy mennyire lettetek volna szívesen ott az országos döntőben? Hát szerintem azt mindenki várja, hogy országosba bekerüljön, szóval jó lett volna. Nos, mennyire éles a verseny a Széchenyi és köztetek, hiszen tavaly is a Széchenyi nyerte itt a megyei fordulót, jövőre elképzelhető, hogy fordul a kocka? Lehetséges, például most elment az egyik legjobb játékos tőlünk, amikor a Széchenyivel játszottunk, szóval lehet, hogy ő itt van, akkor még szorosabb, vagy esetleg nyerünk. És ad neked még 3 gólpaszt. Igen, lehet. Szikszó is volt a Széchenyi gimnázium testemelő tanára, egy szép kis oklevelet szorongat itt a közében a Coca-Cola Kupa megyei döntői után. Örülhettek a lányok, hiszen a női csapattal nyerte meg a sorozatot. Igen, maximálisan készültünk rá, és ha jól tudom, akkor 4 fordulós kupát csodálatosan zártuk. Mennyire volt ez papírforma? 4 csapat volt, igazából ez a 4 csapat az év folyamán többször összecsapott, és hát az első-második helyen voltunk általában, úgyhogy bíztunk az ezüstbe, vagy az aranyba. Következik majd az országos döntő, milyen reményekkel lehet neki vágni, mit lehet tudni az ország többi részéből hasonlóan győztes csapatokról? Hát, hogyha a tavalyi eredményből indulunk ki, tavaly sikerült kijutni, ott, ha jól tudom, igen, 4. helyen zárt a csapat, tehát jó reményekkel, jó reményekkel, és dolgozunk továbbra is. Mennyire ugyanaz a csapat, mint tavaly volt, tehát mennyire idősödtek, tettek szert tapasztalatra a lányok? 2 ballaktak el az iskolából, és 2 új játékosunk van, őket sikerült beépíteni a csapatba. Úgy gondolom, hogy zömmel maradt az a játékos állomány, aki tavaly volt. Ez akár előrelépést is jelenthet majd. Hát nagyon reménykedünk, bízunk benne.